Madách Színház igazán tartalmas és sikeres évet tudhat maga mögött. Január elején jöjjön egy kis visszatekintés arról, mi minden történt velünk az elmúlt évben. Kettő elején a musical pályázat egyik legizgalmasabb ötlete került a Madách Színház színpadára, amely József Attila viszontagságos és szenvedélyes életét mutatja be. Az Én József Attila című darabunk bemutatója februárban volt. Rá lehet zárni. Jó, rá, ez már. Én pedig nagyon köszönöm ezt, szeretettel. Mindig nagy öröm egy ősbemutatóval szerepelni, így volt a csoportterápiával is. Én azt gondolom, hogy most nekem talán ez a legnehezebb feladat, amit el kell végezni, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Azt kell mondani, hogy az első kockától az utolsóig saját fejlesztés, saját munka, tehát amit láttatok ebben az előadásban, valóban minden itt a Madách Színházban készült, és ez egyben azt is jelenti, hogy valójában a szakmaiságnak itt egy olyan nagyszerű csapat van körülöttem, aki eljutott arra a fokára, hogy létre tud hozni egy művet. Szeretem a csók jelenetet. Na, ott kigondoltam volna. Májusban mutattunk be egy fergeteges komédiát egyszer három, néha négy címmel. Nagy Sándor kollégánkat már számtalan szerepben láthattuk az elmúlt években, de egy este ennyi átváltozáson még sosem ment keresztül. Olyan tehetségesen játszanak ebben a srácok, hogy boldogan ülök a takarásban, nem csak a jeleneteim előtt, hanem végig a kerekesszékben, és hihetetlenül élvezem, hogy köztük lehetünk. Hát először is az, hogy van egy ilyen csodálatos fiatalember, akinek ezer arca van, és különbözőek az ezer arcai. Olyan színészeink sok van, akinek ezer arca van, és mindegy forma. De a Sanyi nem ilyen. Most nem árulom el, hogy miért egyszer három, néha négy, de akik ma látták, vagy tegnap, vagy a napokban, azok rájöttek, hogy miért ez a cím a darabnak. Magyarországon először a Madách Színházban láthatták a nézők a Mary Poppins című musicalt. Büszkén mondhatjuk, hogy a legendás nevelőnő története az elmúlt év legnagyobb színházi szenzációja lett. Azt terveztük, hogy csodálatos lesz, és az volt. És az volt, igen. Életem egyik legszebb estéje ez a mai. Nagyon régen várok erre a napra, ugye várunk, hát több mint egy éve tudjuk, hogy ez a feladat a miénk is, ugye hát ezt több kollégával együtt. Én nagyon-nagyon élvezem ezt az előadást Szonyával. Igen. Imádom. Mi ezt nagyon szeretjük. Igen. Hát ez az egész, ez körülbelül 100 embernek a közös munkája. És a boldogok azok ott csillognak, és akik nem ott csillognak, azért akarok róluk beszélni, mert hihetetlen odaadással, szakértelemmel és szeretettel segítették ezt a munkát. Úgyhogy nagyon nagy köszönet illeti őket. A Madách Színház egész stábjának a sikerre az előadás. Úgyhogy... Másfél évvel ezelőtt mutattuk be Andrew Lloyd Webber klasszikusát, a Jézus Krisztus szupersztárt. Ősszel ünnepeltük a 100. előadást. Mindig megrendítő és mindig ugyanúgy teljes embert kíván. Vége jó volt, mert elég hosszú standing ovation.
állva ünnepeltek minket, hogy így mondjam. Nagyon meglepődtünk, nagyon édesek voltak a nézők. Az év végén egy legendás vígjáték, a Napsugárfiúk tért vissza a Madách Színház színpadára több évtized után, ezúttal Gálvölgyi János és Benedek Miklós főszereplésével. Jó lenne, Miklós, most nem állna itt mellettem, mert akkor elmondanám, hogy például nagyon jó volt veled együtt lenni, majdnem azt mondtam, hogy dolgozni, de ez a Szirtes Tamásnak van valami őrült orra vagy érzéke, hogy összerak embereket, mint egy ilyen laboratóriumban egy Nobel-díjas magyar kémikus. Az év végét újra a Mary Poppins bűvöletében töltöttük. A csodálatos nevelőnőről egy szép szobor is készült, ami megtekinthető az első emeleten a madásteremben. Itt vagyunk a Madách teremben, ahol egy újdonságot láthatnak a nézők, mégpedig Mary Poppins szobrát, Kutas László alkotását. Jó napot kívánok! Mi ihlette ezt a gyönyörűséget? Hát ez tulajdonképpen, már előbb elkezdtem elmesélni, hogy tulajdonképpen egy banális dolog. Én egy olyan bronzszobrot csináltam, ami repül. Mert ugye a szobrok azok általában statikusan állnak. Megkértem a barátom barátnőjét, hogy ugorjon le a székről. Szóval tulajdonképpen, ahogy ő egy hosszú szoknyába leugrott a székről, ez volt ennek a dolognak a modellje. Nem repült nagyon, csak egy picit, és hogy úgy érezze az ember, hogy repüljön, hát ez egy ilyen, mondjuk egy kicsit kihívás volt. Amikor itt járt a Lady Di és a Prince Charlie, akkor elég komplikáltan jutottam közelükbe, de közelükbe jutottam, és odaadtam nekik a Mary Poppins szobrot. Ez egészen megdöbbentő, hogy a Mary Poppins mennyire közismert figura. Szóval nincs kivétel.